Tisztelt tévénézők, kedves tihanyiak, mindenkit sok szeretettel köszöntök. A mai napon itt a friss levegőn tartjuk a tájékoztatót, hiszen a tanástermünk átfestése éppen folyamatban van, de van egy-két nagyon fontos hír, amit szeretnék önökkel megosztani. Nem szeretnék azokkal a témákkal, azokkal a bejelentésekkel foglalkozni, amelyek már egyébként megjelentek a magyar közlönybe, hiszen a helyi vállalkozók, elsősorban a vendéglátósok és a szálláshelyjel foglalkozó vállalkozók, úgy is tudják, hogy mi a teendő ebben a helyzetben. Pár dologra szeretnék csak kitérni, hiszen félreérthető volt a közterületi maszk használat. Szeretném kiemelni, hogy csak 10 000 lélekszám fölötti települések esetében kötelező közterületen a szájmasznak a használata, és ott is csak azokon a közterületeken, ahol a polgármester azt kijelölte. Tihanyban így bejelenthetjük, hogy nem kötelező a közterületen a szájmasznak a használata, de ajánlott, és örülnék neki, hogyha mindenki élne ezzel a lehetőséggel. Az óvodák és az általános iskolák még működnek. Bejelentette a kormány, hogy a felsőoktatásban és a középiskolákban át kell térni a digitális oktatásra, és azt is bejelentették, hogy heti rendszerességgel mind az óvodapedagógusokat, mind pedig az általános iskolai pedagógusokat szűrni fogják. Amikor ez a bejelentés megtörtént, akkor úgy döntöttünk jegyzőasszonnyal, hogy a polgármesteri hivatalnak a dolgozóit is leszűrjük, hiszen nagyon fontos az ő biztonságuk is, hiszen nagyon sok ügyféllel foglalkozunk, rengeteg ügyfél érkezik Budapestről, környező nagyvárosokból, ahol elég magas a fertőzés szám, és én úgy gondolom, hogy fontos, hogy óvatosak legyünk ebben a helyzetben. A tegnapi napon egyébként meg is történt az első szűrés. Köszönöm szépen Juhász Gábor képviselőtársamnak, aki segített ebben a folyamatban. Be kell, hogy jelentsem önöknek, hogy 3 kolléga pozitív lett, haza is kellett a tegnapi napon küldeni őket. Most jelen pillanatban még egy kolléga lábadozik, aki szintén COVID-fertőzött volt, 2 kolléga sajnos felmondott, már nincs is a hivatalban, tehát azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy erőn felül teljesít az a 6-7 ember, aki jelen pillanatban is dolgozik a hivatalban, mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy az önkormányzat a jövőben is működőképes tudjon lenni. A konyhai dolgozók is leszűrésre kerültek, ott egy fő pozitív tesztet produkált, a többi nem. Ez azért is nagyon fontos és szerencsés, mert így nem kell, hogy leálljon a konyha, nem kell, hogy leálljon a főzés, és el tudjuk látni a gyerekeket, el tudjuk látni az időseket is meleg étellel a településünkön. A mai napon is folytattuk a szűrést, mert a tegnapiak azért nagyon aggasztó adatokat hoztak, és függetlenül attól, hogy a kormányzat vállalta a pedagógusoknak a szűrését, ettől függetlenül a mai napon az óvodai pedagógusoknak és az iskolai pedagógusoknak a szűrését is elvégeztük. Szerencsére negatív volt mindenki, a képviselőknek a szűrését is elvégeztük, és azoknak a falugondoksági dolgozóknak a szűrését is, akik részt kívántak venni ezen a szűrési folyamaton. A mai eredmények is negatív teszt eredményeket hoztak, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír. Szeretném én folytatni ezt a szűrést, ha nem is minden héten, de minden második héten legalább a polgármesteri hivatalban dolgozó kollégáknak a szűrését szeretnénk elvégezni. És pár fontos felhívást szeretnék még eszközölni. A legutolsó bejelentkezésünkkor már említést tettem arról, hogy a 65 év feletti egyedülálló embereknek az önkormányzat dolgozói végzik a bevásárlásokat heti egy alkalommal, nyugodtan lehet csatlakozni ehhez, akinek szüksége van rá. Kérem, jelentkezzen Keller Zsuzsa kolléganőmnél, akinek a telefonszáma majd a háttérben látszódni fog. Ugyanez a helyzet a hétvégi melegétel kiszállítással is, az iskola konyhája főz a hétvégén is a 65 év fölötti egyedülálló emberekre, aki még nem jelentkezett, nyugodtan megteheti, ő pedig Porázki Nikolettet keresse a mögöttem megjelenő telefon számon.
A jövő héten újabb fertőtlenítőszereket fog önkormányzatunk beszerezni. Egy helyi üdülő tulajdonos segítségével támogatásba kapja az önkormányzat, és önkéntesek segítségével a jövő héten szeretnénk minden családnak ezeket a fertőtlenítőszereket eljutatni, de nem csak fertőtlenítőszereket, hanem még szájmaszkokat is, hogy legyen tartalékba. És természetesen nem csak az állandó lakosoknak szeretnénk ezt kiküldeni, hanem azoknak az üdülő tulajdonosoknak is, akik jelen pillanatban Tihanyban tartózkodnak. Még egy nagyon fontos bejelentés az internet szolgáltatással kapcsolatosan. Azt biztos, hogy mindenki hallotta már, hogy ingyenessé tette 30 napra az internetes szolgáltatást a kormányzat, elsősorban a középiskolai diákoknak, családtagjaiknak és a felső oktatásban tanuló diákoknak. Természetesen ez a rendelet vonatkozik a tihanyi internet szolgáltatóra is, de ő már egyébként felhívásban jelezte a lakosság felé, hogy ezt a kedvezményt ő szeretné kibővíteni a helyi egészségügyi dolgozókra is, valamint azoknak az általános iskolás diákoknak és családtagjaiknak is szeretne kedvezményt adni, akik csak otthonról tudják végezni esetleg a képzést. Az a kérésem, éljen mindenki ezzel a lehetőséggel, be kell jelentkezniük a Smart Wi-Fi azonosítójukkal és az oktatási azonosítóval az internet szolgáltatónál, majd az ő e-mail címük is meg fog jelenni majd ebben a lejátszásban. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel. És végezetül még arról szeretnék tájékoztatást adni önöknek, hogy veszélyhelyzet idején nem hívható össze a képviselőtestület, de ettől függetlenül én ugyanúgy, mint tavasszal, most is tartok képviselő testületi tagoknak egy úgynevezett konzultációt. Ez ezen a héten csütörtökön is meg fog történni, hiszen én nem akarok olyan döntést hozni polgármesteri hatáskörben, amely nem élvezi a képviselő testületi tagok többségének a szavazatát, a többségének a bizalmát. Én ehhez tartani szeretném magam most is, mint ahogy tavasszal is ehhez tartottam magam. Én köszönöm szépen önöknek a figyelmet, és ne feledjék, maszkot fel, és ne szégyeljék a maszkot hordani a közterületeken. Köszönöm a figyelmet!